A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a munkaügyek kommunikációs felelőse, Comba Sándor a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Volt ma egyeztetés, ezért is hívtuk önt. Aztán itt mielőtt megérkezett volna az ön minisztériuma, kiadott egy közleményt, amiből először csak egy morzsa jött le, aztán már a Népszabadságon a részletek is, most már az MT-ben is a részletek. 92.000 forintos minimálbért javasolnak a munkaadóknak. Ez gondolom a mai egyeztetésen azért szóba került, hiszen számot nem mondott a miniszterelnök, de már a emelést mindenképpen. Mit szóltak a munkaadók? Hát gyakorlatilag ugye, aki figyelte a híradásokat az utóbbi napokban, az láthatta, hogy ahhoz, hogy a következő éviben is igaz legyen az a mondat, hogy senki ne járjon rosszabbul, ahhoz egészen bizonyosan a minimálbérhez hozzá kell nyúlni. Ugye itt két fajta van, ugye a normál és a garantált bérminimum. Ugye itt két szám hangzott el a mai napon, a 92.000, illetve a 108.000 forint. Ugye valóban, ugye itt az elmúlt időszakban különböző táblázatokon keresztül több sajtóorgánumban láttam, hogy számolgatták, hogy vajon mekkora ez az összeg, ami limitáltan ezt tudja. Nem és nehéz. Nagyjából így van. 93 körüli összeg volt. Így az. Van, így van. Tehát gyakorlatilag a kormány részéről ez mint ajánlás hangzott a mai olvasták napon. A sajtót, nézték, hú gyerekek, ez nem jó, 93 alatt mindenki bukta, ajánljuk hát, ezt. Nem gondolom, hogy jó sajtófigyelünk van egyébként, és a sajtónak nagyon sokszor nagyon jó gazdasági szakemberei vannak, de az baj lenne, hogyha a sajtóra hivatkoznánk csak, vagy támaszkodnánk ezekben az ügyekben. Nyilván komoly háttérszámításokat végeztünk, és valóban ez jön ki. Nyilván ahhoz, hogy a következő évben megnyugtató módon, tehát a gazdaságot nem visszahúzva működjenek a dolgok, ahhoz kompenzációra is szükség van, hiszen a munkáltatói oldalról, főleg a magyar kisközépvállalkozások, akiknek a leginkább segíteni szeretnénk, nem biztos, hogy ezt a tartalékot, ugye, ami most a 78.000 és a 92.000 között van, elbírják viselni. Hát szinte biztos. Erre lesz az a bizonyos kompenzáció, amiről Szijjártó Péter még csak nagy vonalakban beszélt a kormány döntés előtt. Aztán már az MTI közleményben a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményére hivatkozva megjelent ez a 202.000 forinti jövedelem fölött, ez az átmeneti hozzájárulás, tehát egy ilyen extra adó. Akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy lesz egy 16%-os, meg lesz egy 4%-kal több egy 20%-os adókulcs? Nem, a kormány elkötelezett az arányos egykulcsos adórendszer megtartása mellett. Nyilván nekem, mint a foglalkoztatásért felelős államtitkárnak rendkívül fontos az, hogy olyan adórendszer működjön, ami a foglalkoztatást nem hátrahúzza, hanem segíti, hiszen tudjuk azt, hogy most sincs egyszerű helyzet, hiszen 3.700.000 és 4 millió között mozog ugye 20 éve a foglalkoztatotti létszám. Hát azért örömteli hír az, hogy 43.000-rel nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest úgy, hogy a versenyszférában nőtt, és bárki állítja is, hogy a közmunka miatt nő a statisztika, szeretném jelezni, hogy szó sincs róla, nincsenek többen egy-egy adott napon közmunkában, mint a tavalyi év azonos időszak. Ha pedig azt ígérték. Na mindegy, ez egy másik téma. Jó, szóval ez az átmeneti hozzájárulás 202.000 forint fölött, ez egy 4%-os plusz teher lesz? Azt szeretném a szerkesztő asszonytól kérni, hogy mivel ugye ez mai hír, friss hír, és egészen bizonyos, hogy erről még a következő napokban sokkal részletesebb, tartalmasabb, nem szeretnék bocsátkozni semmi olyanba, ami adott esetben meghaladja az én szakterületemet, egyébként pedig a kormány részéről hamarosan döntés születik. E tekintetben hát az ön szakterületét kezdve ez nem haladja meg, hát a foglalkoztatásért felelős államtitkárra, ha valakire rá nagyon-nagyon tartozik, hogy bizonyos jövedelem határoknál mennyi a személyi jövedelemadó, mennyi a járulék. 202.000 forint fölött lesz egy plusz 4%-os egy ilyen extra hozzájárulás? Nem azt mondtam, hogy nem tartozik rám, mi több azt sem állítottam, hogy nem tudom a választ, de a kormánydöntést meg kell várni, és a kormánydöntés után fogjuk tudni ezt részletesebben elemezni, állok szívesen rendelkezésre majd. Jó, a 4%-ot én azt blöfföltem, mert fogalmam sincs, hogy mennyi. Reméltem, hogy rávágja, hogy mennyi, de egyébként közel jártam az igazsághoz, tehát tóli kategóriát nyilván mondhat, hogy miben gondolkodhat a kormány. Azt szeretnénk, hogyha senki nem járna rosszabbul. Ja, ezt már olyan sokszor hallottam. De az a helyzet, hogy ezt mi komolyan is gondoljuk. De aki többet fizet, ahhoz képest, amennyit az idén fizetett, akkor ő már rosszabbul jár, hogyha csak 4%-kal fizet többet, akkor is rosszabbul jár.
Szerkesztő asszony, még egyszer szeretném kérni, hogy térjünk erre vissza a kormánydöntés, úgy adjuk meg a lehetőséget a kormánynak, hogy ebben döntsön, és utána magyarázni fogjuk, elemezni fogjuk a helyzetet. Hát adjuk meg, de az ön minisztériuma adta ki a közleményt. Hát... Semmi gond nincs, ez egy tárca közlemény, a kormány pedig dönteni fog ebben a kérdésben, ez egy olyan tartalmú kérdés, amelyet érdemes ugye a kormányzati döntés után és a parlament előtt is alaposan átrágni szerintem is. Egyébként, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy jön a munkaügyek arca, ön a felelős a munkaügyek kommunikációjáért, akkor azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel nem birkózik meg az eddigi összes szóvivő, tehát nem birkózik meg akár Szijjártó Péter, akár az új szóvivő Gyirosszász András, tehát hogy mi az a más, amit önnek kell csinálnia, vagy mondania? Ugye én pedig azon gondolkodtam, amikor én ezt a felkérést megkaptam, hogy szegény Magyarország, hát kicsit többet is, szebbet is érdemelhetne, de aztán végig gondolva azt mondtam, hogy de legalább a miénk. Szóval ilyen most Magyarország jelenleg a foglalkoztatáspolitikai szempontból is. És talán Isten, tehát azon gondolkodom, hogy Szomba Sándor, hát ilyen, amilyen, de legalább a mi. Hát igen, valami ilyesmi, igen, járt az agyamba egy első gondolatba. Komolyra fordítva a szót, én úgy gondolom, hogy ugye én a Beregi térségből jövök, az ország egyik leghátrányosabb térségéből. 7 évig egy munkaügyi kirendeltséget vezettem, 10 évig pedig egy szakképzőiskolának voltam az igazgató helyettese. Talán ez is dominálhatott, vagy az elmúlt időszak ellenzéki és kormány oldali politizálása, amiben tehát szeretnénk azt, hogyha valóban közérthető módon azokat a kormányzati döntéseket, amelyek sokszor nagyon súlyosak, és sokszor sok áldozatot követelnek azoktól, akiktől ezért 10 éve, 20 éve csak az áldozatvállalást kéri a magyar politika, tehát hogy lássák az emberek azt, hogy miért történnek, és az érdekükbe történnek azok a döntések, amelyek adott esetben sokszor fájdalmasnak tűnnek, vagy nem csak tűnnek, hanem azok is. Na, azt magyarázza meg nekem, hogy miért válogatnak a szakszervezetek között. Ugye ma a munkatörvénykönyvéről egyeztettek, de már megint csak a munkástanácsokkal és a liga vezetőjével. Miért nem hívják meg a többieket? Az, amit múltkor mondott, a múltkori egyeztetés, amikor szintén csak ez a két ember volt ott, hogy azokkal tárgyalnak, akik hajlandóak az egyeztetésre, hát a többiek szinte térden állva könyörögnek, hogy egyeztessenek velük. Hát, ha így lett volna, nem kellett volna, nem vártam volna, hogy térden állva könyörögjenek. A helyzet az, hogy ugye azóta két fordulóba tárgyaltunk már, nagyon komoly tárgyalásokon vagyunk túl, és érdemi tárgyalásokon. A második fordulóban egy héttel ezelőtt a Pataki Péter is jelen volt ezen a megbeszélésen, fölhívott ő annak az első megbeszélés után, azt mondtam, semmi akadálya nincs, ha amennyiben úgy gondolják, hogy van miről beszélni, tehát azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy valaki azt mondja, hogy a mostani munkatörvénykönyv úgy, ahogy van, rendben van, kicsit csiszolgassunk rajta, de az újat nem vagyok hajlandó semmilyen szinten de komolyan mondták, venni, de írtak. Sajnos, de tudnám idézni az urakat, volt olyan, aki de azt mondta. Rengeteg javaslatot írtak önöknek, hát több mint 300-at. Így van, és örülünk, nyilván nem csak szakszervezetek, hanem civil szervezetek, kamarák, de fontos és hasznos, és nagyon hasznos tárgyalásokon vagyunk túl, ugye, amit most az utóbbi időszakban hallunk a hírekben, szabadság, védett kor, tehát sok minden tekintetében nagyon komoly előrelépést tettünk, tehát szó sincs arról, hogy elzárkózunk bármiféle tárgyalás elől, nyitottak vagyunk, ugye a mai tárgyalás az a verseny szféráról szólt. Tehát ugye ott azért a régi országos érdekegyeztető tanácsban, főként szakszervezeti oldalon nagyon sokan ültek, akik kifejezetten csak a közszférát képviselték, és bizony elbeszéltek sokszor egymás mellett a munkaadói versenyszféra és a munkavállalói közszféra képviselői. Hát, hogy elbeszéltek egymás mellett, az egy dolog, megbeszélték a dolgaikat. Tehát az országos érdekegyeztető tanácsban a végén mindig megegyezésre jutottak, előtte parázs vita volt, tehát ez volt a lényege. Azzal semmi baj nem volt, hiszen arról szól, hogy vita legyen, tehát ezzel nincs gond. Nem beszéltek el egymás mellett. Tudnék önnek olyan jegyzőkönyvet mutatni, hozni, ugye azért erre az utókor számára megörökítettek. És ezért kellett megszüntetni? Szélesebb bázisra kellett helyezni. Mi azt érzékeltük, hogy abban a rendszerben, ami korábban volt, pontosan ezek meg még sok minden más anomália miatt úgy érzékeltük, hogy szükség van arra, hogy a civil szervezetek, egyházak és más a társadalom fontos elemét. Miközük van a minimálbérhez? Hát ki mondta, hogy csak a minimálbérről fog folyni az NGTT-ben a tárgyalás? Na szó sincs róla.
Sokkal szélesebb. Igen, viszont az OJÉT-nek, ami az igazi lényege és funkciója volt, ami ősszel elindult egy nagyon komoly egyeztetés, háromoldalú egyeztetés, garantált minimálbérről, minimálbérről és további részletkérdésekről, ott voltak parázsviták, aztán megegyezéssel jutottak. Hát ez akkor, ott meg majd mit keresnek a zöld biciklisták, vagy nem tudom, milyen civil szervezet? Hát egyrészt szeretném jelezni, hogy ugye a tavalyi évben a lehető leggyorsabban állapodtunk meg, soha előtte olyan hamar még nem állapodtunk meg a minimálbérről. Tehát a kormány, hogy partner volt a kormány oldal tekintetben, nyilván kellett a másik két fél partnersége is, ezzel semmi baj nincs. Ugye itt a tekintetben, hogy szélesítsük-e ezt a kört, vagy ne szélesítsük, van-e lehetőség arra, hogy a munkadói és munkavállalói oldal képviselői érdemben jelezzenek a kormány felé, hogy nekik ajánlásuk van, akár minimálbére, akár egyéb dolgokkal kapcsolatban, semmi akadálya nincs, ezt ebben a rendszerben is meg lehet tenni, sőt a kormány számára fontos az, hogyha nem egy fehér asztal mögött találja ki, nem is lehet kitalálni a minimálbért és a garantált bérminimumot, tehát ha lehetőség van, a lehetőség adva van, ennek a keretei most is adva vannak, várjuk majd a javaslatokat. Azért válogatnak önök a szakszervezetek között, azért egyeztetnek csak egyel-kettővel, hogy megosszák a szakszervezeteket, mert ha megosztják a szakszervezeteket, akkor nyilván nem tudnak együtt fellépni és együtt érdeket érvényesíteni, vagy akár együtt demonstrálni. Hát gondolja, hogy a kormánynak van ilyen kompetenciája, hogy megossza a szakszervezeteket? A kompetenciája hát az... nincs, hát, nagy baj lenne, de törekvése lehet? Nincs. Szó sincs erről. Még egyszer mondom, de nem ezért mazsoláznak a szakszervezetek. De nem mazsoláztunk, még egyszer mondom, azokkal a szakszervezetek ültünk le első körben, akik azt mondták, hogy hajlandóak tárgyalni. Többiek is azt mondták. Pataki úr azt mondta az első tárgyalás után, hogy ő hajlandó, sőt úgy hajlandó, hogy másik négy szervezetet is képvisel, megérkezett a tárgyalásra, és a tárgyalások, láss csodát, a legfontosabb kritériumok mentén teljes egyetértés volt. Az első alkalommal, két hete nem hívták meg, és ő mondta, hogy azért, mert azokkal tárgyalnak, akik hajlandók az egyeztetésre. Holott előtte is azt mondták, hogy egyeztetni akarunk. Skandálva. Hát, szóval nem akarják megosztani a szakszervezeteket? Nem, egyáltalán. Nem áll szándékunkba. Erős szakszervezet, erős munkadőjoda és erős kormány. Ez az a háromszög, amiben jó munkatörvénykönyvet, meg sok minden mást, ami a munkavilágát érinti, jó döntéseket lehet hozni. Na, így legyen. Egyetlen egy gondolat még erre a rejtélyes 202 000 forint fölött valamilyen plusz teher jár majd a munkavállalóknak. Csak azt mondja meg, összeget akkor nem kérdezek, hogy tényleg 202 000 fölött 4% lesz-e, vagy 6%, vagy 1%, de ez az a fajta kompenzáció, amit a minimálbér ilyen nagy mértékű emelése miatt a munkaadóknak akarnak odaadni? Hát ha megfigyel, ugye a tavalyi esztendőben ez az inflációs pont, ez olyan 295 000 forint körül volt, amikor jobban meg rossz. Most ez lejött 210 körülre, igen. És várhatóan a következő évben már ott tartunk, hogy a minden áldásos hatása az egykulcsos arányos adórendszernek megmutatja magát. De én nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy ez lesz az a kompenzáció, ez az extra adó, amit a munkaadóknak odaadnak, fej vagy cserébe azért, hogy megemelik 92 000-re a minimálbért? Tisztelem Ön, de várjuk meg a kormány döntését ezzel kapcsolatban. De a minisztérium ezt javasolja? Akkor így kérdezem. Többfajta javaslat is van, ami a kormány asztalára kerül. Hát izgalommal várjuk a jövő hét szerdát. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.